to walking my dog, singing my song, strolling along. Ismét kutyaugatástól volt hangos a Puskás Ferenc Stadion szoborkertje. A nemzetközi kutyakiállításon kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták, hogy ki mit tud. Itt van Hagyó Miklós úr és a kutyusa. Hogy hívják a kutyust? Dom Pepe. Milyen fajta? Dogo Canario. Most lesz 5 hónapos. December 24-én karácsonyi ajándéknak született. Hanyadik versenye lesz? Ez lesz a harmadik. Szilvássáradon volt először. Múlt hétvégén Jászberényben, és most itt Budapesten. Milyen eredményt várnak? Hát természetesen reménykedünk, egy gazda mindig reménykedik. Mikor fog kezdődni az ő versenye? Pillanatokon belül. Pillanatokon Akkor belül. Sok sikert kívánunk! Négylábú barátaink 2 napon keresztül versengtek a díjakért különböző kategóriákban, a legapróbbaktól a legnagyobbakig. Hanyadik le? Hát, nagyon ravasz kérdés. Tehát Pepe egyedül indult a babykan kategóriában, ezért első lett, de nem is ez a lényeg, hanem nagyon minősítés kapott. Nagyon ígérték. Pontosan miért? A kölyök osztályban, és az írt minősítések is nagyon jók, úgyhogy délután a Best in Show-ba megyünk. Hát 12 éve foglalkozunk kék német dog tenyésztéssel. Ő még egy fél éves kiskutya, és szeretnénk egy kicsit beszoktatni itt a közegbe, sok kutya közé bevinni, hogy ne tartson, illetve hogy a későbbiekben majd már jó eredményeket tudjon elérni. Get back, Ruffy! Bash, Ruffy! Get back, you!